Felkerült a Netflix kínálatába egy science fiction űrhajós film, amelyre ilyen ígéretes neveket sikerült megszerezni. Tavasszal nem túl gyakori egy ilyen jellegű filmes bemutató, már csak ezért is érdemes lehet rárepülni a műfaj rajongóinak erre a darabra. Kilövésre felkészülni... Nézzük, hogy milyen. Mielőtt azonban a rakéta elindulna, lenne még egy apró kérésem. Amennyiben tetszett a tartalom, iratkozz fel a csatornámra, illetve nyomj egy nagy lájkot erre a videóra. A történet szerint egy három legénység Marsi expedícióra indul, no persze nem Marsi a Nikó felderítésére, hanem a bolygót akarják bevizsgálni, azonban hamar szembesülnek vele, hogy van egy potyautasuk, ez pedig azért probléma, mert rövidesen egy meghibásodással is számolniuk kell, majd az is kiderül, hogy bizony négy főre nincs elég levegőjük az oda-vissza úthoz. Szóval valakinek repülnie kell, és persze, hogy a random új fiú van kipécézve, aki nyilván fekete, csak hogy a legénység ezzel a teherrel nehezen birkózna meg, ezért megpróbálják valahogy megoldani a dolgot. Nos, a sztori lassan indul, majd lassan is hömpölyök tovább, ha valami akciódúsabbra számítunk, akkor valószínűleg egy dögunalmas cédulával fogjuk a végén ellátni a filmet. Pedig ez egyáltalán nem baj. Sok beszélgetés, merengés, utazgatás, így telik majd másfél óra a filmből, de ez alatt van időnk nekünk is átélni az erkölcsi és morális dilemmát, meg átszellemülni egy kicsit a helyzethez és lelassulni az űrutazás tempójára. Az üzenet, mint a faék. Feláldozhatunk egy ártatlan életet a küldetés sikeressége érdekében, vagy meg kell próbálnunk minden erőnkkel megoldani a szituációt. A válasz egyértelműnek tűnhet, de az űrben ugyebár senki sem hallja a sikolyod. Szóval az alacsony költségvetés érződik, belső tereket kapunk zömében, igaz azok legalább igényesen össze vannak rakva. Meglepően karakter és dialógus központú ez a darab, nem próbál egy pillanatra sem bazári lenni. Még az utolsó fél órára sem, amikor is végül kiszabadulunk egy kicsit az űrbe, tudjátok, tágatni, beszélgetni, elszívni egy slukkot, stb. Viccet félretéve már bár jócskán emelkedik a tét, nem lehet úgy Isten igazából átérezni a dolgot. Nem sikerül a kevés karakter ellenére sem mindenkit jól és részletesen bemutatni, a potya utas és Zoe ugyan szimpatikusak lesznek, de a másik két szereplő elég hideg. Így belegondolva mennyire durva, hogy ebben az alkotásban valóban csak négyen vannak, és ennyi. Nincs statiszta, nincsenek mellékszereplők, senki. Ez egy rendkívül jó dolog, ugyanakkor baromi nagy teher is egyben. Mennyire tudnak ennek megfelelni? Mondjuk úgy fele, -fele Oké, okay, azért az utolsó 15 perc elég megrázó tud lenni. Vannak valóban jól elkapott érzelmes pillanatok, egy szóval ez a mozi egyáltalán nem elpocsékolt idő. A látványra visszakanyarodva, meglepően kellemesre sikerült, a pénz hiányát ugyanis kreativitással pótolták. Kint az egyébként sivárűrben is kapunk szép képeket, ötletes kameraállásokat, egy szóval jól néz ki, nem elég csupán hallgatni a filmet. Láne, hogy a dallamok viszont nem annyira erősek. Ez a jó-jó, de totálisan felejthető kategória. Sablonos szifi muzsika Walker Bártól Beszéljünk egy kicsit a színészekről. Anna Kendrick nevezük a fő, fő szereplőnek, számomra ő volt itt a favorit, és még csak nem is a skodára gondolok. Az ő karaktere élhető át leginkább érzelmileg, jó szándékú, de profi és elhivatott. Ezen a ponton megjegyezném, hogy igazán kiemelkedő alakítással nem találkozhatunk, de mindenki megüt egy alapvetően jó szintet, így nem is elnék neki különösebben boncolgatni és kifejtegetni az egyes színészeket. Mindenki ott volt, beletette, amit kellett, de nem igyekeztek lenyűgözni minket ezúttal. Pedig Kendrick mellett van egy másik Oscar jelölt is, Tony Nicolette, aki a kapitányként volt kőkemény a fedélzeten. A két férfi szereplő már kevésbé ismert, legalábbis a filmes világban, sorozatokban találkozhattatok velük számtalanszor. Daniel D. Kim és Shamir Anderson tesznek róla, hogy minden PC lélek ki legyen elégítve, de ne legyünk rossz májúak, egyáltalán nem lógnak ki a sorból, rájuk sem lehet panasz. Itt érdemes egy kicsit elgondolkodni rajta, hogy vajon az volt a célja a Netflixnek ezzel az alkotással, hogy hetero fehér férfi nélküli film kerüljön a kínálatba? Hm. Hmm. Nos, ennyi. A potyautas egy korrex Szifi, egyszerű alapötlet, minimalista kivitelezés, lassú történetvezetés, közepesen izgalmas cselekmény. A dráma kicsit sántít, de a feldobált témák jók, a színészek ügyesen hozzák az elvártat, a párbeszédek nem ballanak szégyent, és a kis költségvetést ügyesen leplezik egy malék kreativitással. Egy kis űrutazásra most bárki nevezhet, és jó esélyen nem is fog nagyot csalódni. Csupán az akció szekvenciákra ne számítson senki. A Netflix sötét és tele van iszonyattal, de szerencsére ez most nem tartozik közéjük. Nem sokára újratali, addig is mindenkinek jó filmezés, most mozizást kívánok, Levi sziasztok!